hideg, és téli szél fúj. Tehát nem is észak-nyugati, az szokott legtöbbször Duna felől, vagy észak-észak. Nagyon ilyen déli szél, így van Pest alattunkon, déli. Nagyon hideg szél, viszont szikrázó napsütés, úgyhogy délután elkapom a kertecskét. Mondd a nevét a martingá. Na menjetek, drágáim! Van itt minden, van itt szívecskés, Marcika, Niki, Markaz, Redzsesz, nem, Piszrás, és... Ó, Istenki, mi a neve? Megvan. Petike. Na, tehát, Markaz, Petike, Redzsesz, Marci, Szívecskés, ja itt van, és a Nikinek a kantája. Markaz, Petike, nem Redzsesz. Piszrás, Marci, Szívecskés és Niki kanta. Így van. Össze-vissza beszélek néha. Ég és föld a két ló, úgyhogy nem keverem össze őket, a neveket igen, lovat itt nem. Na, tehát Markaz, Petike, jó van, papus, van itt minden. Markaz, Petike, Piszrás, Szívecskés, Marcika, így van, és Nikinek a kancája. Kapnak egy reggelit a fiúk, aztán úgy nagyjából tudom is a következőt. Mi a következő? Tudom én, így van. Kacsazsír, kenyér, lilahagyma. Mi gondjuk van? Igen, kinagyítom így a kamerát, egyet szar is a kép, de közelebb hozom. Meg össze-vissza rázkodik kis mozdulatokra is. Jó.